Ezek a kutyák azért kerültek erre a menhelyre, mert az állattartási kultúra Magyarországon még mindig gyerekcipőben jár. Rengeteg a kóbor állat, amelyek befogása az önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Nyilatkozta televíziónknak dr. Tóth János, Balkán jegyzője. Próbáljuk a befogott állatokat elsősorban civil szervezetekhez, menhelyekhez juttatni, viszont ők állandó teltházzal működnek, úgyhogy nagyon-nagyon kevés esetben tudnak sajnos segíteni. Ezért az önkormányzat, hogy megfeleljen az állatvédelmi törvényben, illetve a kóborevek befogásáról szóló kormányrendeletben írtaknak, kötött egy szerződést egy gyepmesteri telettel, és a gyepmesteri telethez juttatjuk el a kutyákat. Viszont ez az évi 20-30 kóborkutyával számol, hogy bizony ilyen 1-2 milliós költséget jelent. Ezért tavaly úgy döntött a képviselőtestület, hogy akkor megpróbálunk inkább a probléma kezelése helyett a megelőzéssel összpontosítani, és egy 2 milliós keretet elkülönítettünk ivartalanítási célokra. Hozzátette, néhány évvel ezelőtt a Magyar Falu program keretén belül az 5000 fő alatti települések pályázhattak ivartalanítási támogatásra, így a 6000 lelkes balkány nem tudott részt venni ezen. Tavaly kísérleti jelleggel indították el a projektet, amelynek révén 27 kutyát tudtak ivartalanítani. Idén bővítették a jogosultak körét azokra, akiknél a háztartásban egy főre jutó jövedelem nem éri el a garantált bérminimumot, amelynek nettó összege 216.800 forint. Megkérdezetteknek általában ez a kifogás az ivartalanítással szemben, hogy drága és nem tudják megvalósítani, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel tudnánk segíteni. Gyakran elhangzik még kifogásként az, hogy egyesek ezt állatkínzásnak vagy csonkításnak tekintik. Hát őket próbáljuk meggyőzni arról, hogy ez még mindig humánusabb módja a felesleges szaporulat kezelésének, mint az, hogyha feleslegesen megszületett almokat például egy erdőbe kihajítják, vagy nagy Isten helyszínen nagyon ütik. Ugye arról nem beszélve, hogy ez utóbbi cselekmények bűncselekménynek is minősülnek, úgyhogy ezt mindenképpen el kellene kerülni. A jegyző hangsúlyozta, az állatmenhelyek és a gyepmesteri telepek véges kapacitással működnek, ezért téves elgondolás, hogy a felelőtlenül szaporított kóbor házi állatoknak előbb-utóbb valaki gondját fogja viselni. Ugye fontos tudni, hogy a gyepmesteri telepeken 45 napig kötelező tartani a kutyákat, 45 nap után, hogyha helyhiány van, akkor elaltathatják az állatokat. Úgyhogy az állatvédők mindenképpen azt szorgalmaznák, hogy ne a gyepmesteri telep legyen a megoldás, hanem a megelőzés. Úgyhogy szerintem ezt minden településen meg lehet valósítani, nagyjából ugyanazért az összegért, amennyiért a gyepmesteri szerződést meg lehet kötni. És igazából arról nincs szó, hogy ingyenesen az önkormányzat kifizeti ezt a szivartalanítást az eljáró állatorvosnak. Mi is árajánlatokat kértünk, és a feladatot legolcsóbban vállaló állatorvossal bonyolítjuk majd le ezt a feladatot. Balkány önkormányzata szeptember 30-áig várja a kutyaivartalanítással kapcsolatos kitöltött nyomtatványokat, valamint a szintén most esedékes ebösszeírással kapcsolatos dokumentumokat. Ezt követően az állatorvos háztól házig szállítja a házi kedvenceket, akik az ivartalanítás mellé csippet, veszettség elleni oltást és védőgallért kapnak. Az önkormányzatok mellett civil szervezetek is igyekeznek segíteni a rászoruló. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szeptember 12-től 300 kisállat ivartalanítására hirdetett pályázható keretet, amelyből az ország bármely pontjáról igényelhetnek az alacsony jövedelemmel rendelkezők.